Folytatjuk a Startot. Nyilván tudják a kedves nézők, hogy sokféle függőség van. Például aki minket néz az ATV-t, vagy magát a Startot, az nem egy rossz függőség, de nem erről fogunk beszélni, mert vannak olyan függőségek, amelyek viszont rendkívül veszélyesek az életünkre, ilyen a drogfüggőség. Ennek kapcsán beszélgetünk Téglási Kristoffal, a Drogkutatóintézet stratégiai igazgatójával. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, reggelt kívánunk! Az apropó pedig az, hogy ma van a kábítószer elleni nemzetközi küzdelem napja. 1987-ben hozott az ENSZ egy határozatot, hogy az akkori kábítószer használók létszámát, számát felezzék, meg vigyék le 50 ra Az első kérdés, hogy ez a küzdelem hogy alakult azóta? Hát a küzdelem az folyamatos. Ami az 50 ra való csökkentést illeti, az pedig, hát sajnos azt kell mondanom, hogy nem, hogy nem teljesült, hanem, hanem egy egy lassú, de de negatív tendenciába vagyunk, magyarul egyre nő a, a kábítószer fogyasztók aránya, és ami még veszélyesebb, hogy hát a 87-es adatot nem tudom fejből, de ma Magyarországon az első kipróbálás aránya az 14 év. Tehát, hogy míg a kábítószerfogyasztók vagy szerfogyasztók száma nő, addig az első kipróbálás aránya életkorilag pedig folyamatosan csökken. Tehát ez azt jelenti, hogy ma már egy 14-15 éves gyerek is bőven a veszélyeztetett célcsoportba tartozik. Mit lehetne tenni, hogy hatékonyabb eszközökkel szájunk szálljunk szembe az ilyen típusú függőségekkel? Mert ugye, ha nagyon leegyszerűsítjük, két irányzat van. Ugye az egyik az azt mondja, hogy semmilyen liberalizáció nem megengedett, és a zéró tiltás. A másik azt mondja, hogy ez nem vált be, akkor próbáljuk meg azt, hogy, hogy inkább az ártalom csökkentésre, a dekriminalizációja helyeződjék a hangsúly. Igen, hát a, ugye a mottója az idei évnek az angolul úgy hangzik, hogy evidence is clear invest prevention, ezt magyarul körülbelül úgy tudjuk lefordítani, hogy, hogy, a tények magukért beszélnek, a prevenció vagy a megelőzés a legjobb megoldás, tehát valóban a megelőzés a legjobb megoldás arra, hogy, hogy felvilágosítsuk azokat a fiatalokat, vagy kevésbé fiatalokat, régebb óta fiatalokat, akik, akik a szerhasználattal kapcsolatba kerülhetnek. Ezt azért fontos tudni, hogy senki mellé nem lehet odaállni, senki helyet nem lehet dönteni. Részünkre mi nem is szeretnénk dönteni senki helyet, de még a szülőse tud mindig ott lenni, vagy egy, egy pedagógus, vagy egy, egy bármilyen szakember. Úgyhogy a, a, szakembereknek, pedagógusoknak és a szülőknek is egyébként az az elsődleges feladata, hogy releváns információkkal lássák el azokat a, a hát főleg fiatalokat, akik majd kapcsolatba kerülhetnek ezzel, akiket megkörnyékeznek, akiknek felteszik a kérdést, hogy na, kérsz egy, egy tablettát vagy egy, egy füves cigit, hogy tudjon nemet mondani, ehhez releváns információk kellene, nagyon fontos, hogy nem elrettenteni, vagy nem olyan értelemben elrettenteni kell, hogy nem rémizgetni kell őket, hanem, hanem el kell mondani, hogy valósan milyen károkat okoz. És a legalizáció párti Hát mainstreamnek, maradjunk ennyiben. ez a legnagyobb felelőssége, és mondhatom nyugodtan, hogy ez a legnagyobb bűne, hogy ezeket a valós és bizonyított tényeket megpróbálják vagy kisebbíteni, vagy teljesen elhallgatni. A dekriminalizáció az egy tipikusan ilyen eset, az egy, az egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen álcázott első lépcső, hogy dekriminalizáljunk akkor beszéljünk az orvosi marihuánáról, ami egyébként nem létezik, tehát ez a fogalom ilyen nincs. Orvosi célú felhasználása az, le, az lehet a marihuána bizonyos összetevőinek, vagy a kanabisz bizonyos összetevőinek van valóban pozitív hatása, csak árérték arányban sokkal rosszabb, hogyha marihuánát, mint olyat orvosi célra mondjuk engedélyezik, akkor, akkor sokkal nagyobb kárt okoz, mint amennyit az a pár egyébként gyógyító, valóban gyógyító hatású összetevő okozhatna. Hozzáteszem, hogy Ukrajnában, amikor legalizálták, ha jól emlékszem, tavaly ért alá Zelenszkij elnök ura törvényt, ott ugye azért legalizálták, hogy a háború ártalmait, stressz, depresszió, stb., csökkentendő vagy kivétendő rekreációs célra lehessen marihuánát felírni. Most evel két probléma van. Egy, ki az, akinek nincs Ukrajnában most háború által okozott bármilyen problémája, mert lebombázták a házát, mert meghalt valaki a fronton, mert el kellett jönnie otthonról. Kettő, Ukrajna, még a háború előtt sem az, az az ország volt, ahol egy kis pénzért lehetett volna valamit megcsinálni. Most, hogyha egy háziorvos, bármilyen orvos felírhat tulajdonképpen bárkinek marihuánát, akkor ez az úgynevezett orvosi célú felhasználás, ez tulajdonképpen a teljes legalizálást jelenti. És ha egyszer véget ér a háború, akkor csak kérdezem zárójelbe, hogy hogy fogjuk ezt visszafordítani, ha azt mondjuk, hogy mostantól nem lehet, mert már nincs háború. És mi lesz azzal a rengeteg emberrel, aki közte drogfüggővé válik, hiszen a rendszeres marihuána használók 15%-a, ez bizonyított tény, drogfüggővé válik, nem pszichés függővé, hanem fizikai függővé. Mit fogunk velük kezdeni? Magyarországon egyébként hány ember érintett ilyen szinten, mint amiről most beszélt? Tehát ez a 15% mihez képest annyi? Hát a rendszeres használók 15%-a válik függővé. Magyarországon elég nehéz megmondani az életprevalenci érték, tehát az, a, hogy életében már egyszer kipróbált a, a mondjuk a marihuána esetében, ez egész. Két százalék, ha jól emlékszem pontosan a számra. Tehát az Európai Uniós átlaghoz képest nem állunk rosszul, viszont nagyon nagy hiba lenne hátradőlni, mert ugyan nem állunk rosszul, viszont, mint ahogy az elén sem a tendencia az folyamatosan romlik. Tehát egy romló tendenciába vagyunk. <coughs> ezt, ezt muszáj megfogni, és hogyha nem ragaszkodunk a Nemzeti Drogellenes Stratégia három irányelvéhez, Ugye a prevenció fontossága, a teljes felépülés központú kezelés és a zéró tolerancia a kereskedéssel, a termesztéssel, mindennel kapcsolatban, akkor, akkor ez nagyon gyorsan elszaladhat. Németországban, mi nálunk 6, valány 28 százalék volt. Hogyha most arra ráengedték a legalizációt, abból lesz 35 vagy még annál is nagyobb százalék. Most kiszámolhatjuk, hogy 80 milliós Németország 35 a használ marihuánát, annak mondjuk a fele minimum rendszeres használó, annak mennyi a 15 százaléka, és ezt ráengedjük a német egészségügyi rendszerre, akkor azt majd győzzék kifizetni még a németek is. Én abszolút, bocsánat, nem, nem ja? Nem csak, hogy ide kapcsolódik, hogy ugye ott az egyik indok az az volt, hogy így az egész ö, helyzet átláthatóbb lesz, mint hogyha zéró tolerancia lesz. Ez ugye április elsőjétől érvényesek ezek az új szabályok. Mik a tapasztalatok? Hát eleve ez az érv, ez a fekete piac visszaszorítás és átláthatóság, ez bár akkor, akkor halott volt, amikor kibonták. Tehát a német törvény szerint a, a legálisan kapható anyagnak a tiszta THC tartalma 15% lehet maximum. Az utcán kaphatói 25 kötője 28% a legálisan kapható anyag az drágább, hiszen járulékos költségek vannak, alkalmazott adó, terembér, vagy helységbérlés, stb. 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 A utcai, fekete piaci cuccnak pedig annyi az ára, amennyi behozták, eladják valamilyen. Most a egyszerű német állampolgár zsebébe ott a, ott a, fű, a rendőrnek egy nincs minilaborja, amit húz maga után egy utánfutóval, hogy megmérje a tiszta THC tartalmat kettő nincs ráírva a fűre, hogy honnan vettem, tehát legálisan van nála, de szinte bizonyos, hogy az olcsóbb és egyébként erősebb hatóanyagot fogja megvenni a fekete piacról. Tehát teljesen életszerűtlen volt ez, a, ez az érv. A másik kapit pedig már most látszik pár hónap után, hogy óriási problémát okozott a közlekedésben. Ugyanis a Németországban ugye 5000-ig Uh, lehet uh, alkoholt fogyasztani vezetéshez is, ami egy vagy két sör, pontosan nem tudom, de úgy uh -huh. nagyjából ez a, ez a mennyiség. Uh, hivatásos sofőröknek viszont nulla százalék volt Németországban is, tehát aki, főleg aki utas szállított, de még azt hiszem a kamionsofőröknek is nulla százalék volt. A marihuána törvényben semmilyen korlátozás nincs, annyit amennyit szeretnél, mentősofőr is, a taxis is, uh -huh. bárki. És uh, ha az egyszerű mondjuk úgy úrvezető megitt az egy sörét, amit mindig megiszik ebédhez, de elszívott mellette egy marihuánás cigit is, akkor az a hatás összeadódott, és rengeteg közúti baleset lett április óta, de nagyon, nagyon szabad szemmel is látható mértékben növekedett meg az ilyen közúti balesetek száma. Erre a németek most nem azt tervezik lépni, hogy a 20-30-50 éve bevált rendszert tartják meg és a Marihuána törvényt változtatják, hanem azt akarják valahogy elérni, hogy aki marihuánát fogyaszt, arra az ne az 5000 ezrelék vonatkozzon, hanem a nulla uh százalék. -huh. Uh, és kérdezem én, akkor megint, hogy lehet ezt ellenőrizni, és hogy miért nem azt változtatják meg, ami ami komolyan életveszélyeket okoz, hiszen egy, egy marihuána használó, vagy több egy-két marihuánás cigi után egy, egy sofőrnek is azért a képességei minimum csökkennek. De ők nem, a, nem ezt változtatják meg, emögött nyilván politikai, ideológiai okok vannak, hiszen a, a koalíciós szerződésükbe ők lefektették, hogy ezt is így fogják elfogadni, és hogyha bármit hozzányúlnának, akkor a zöldek kilépnének a jelző koalícióból borulna a kormány. Tehát egy percünk, mondjuk, hogy térünk Magyarországra vissza, mondjuk egy prevenciós előadást tartanak, és egy fiatal eh, ember, egy tanuló visszakérdez, hogy oké, okay, a drogra rendkívül nagy figyelmet fordít az állam, de mi van, miért, miért dönti el helyettem, hogy mi fog nekem több kárt okozni, az alkoholizmus, az alkoholkereskedelemben ott semmiféle tiltás nincs, gyakorlatilag a cigaretta kereskedelemben nincsen tiltás, de vannak függőségek, elhízás, nem tudom én, krémes zabálás, tehát hogy mit lehet válaszolni egy ilyen felvetésre egy fiatalnak, hogy miért éppen a, a könnyű drogoktól rettegjem. Egyrészt, bocsánat, nem akarok kekezkedni, de nincs ilyen, hogy könnyű drog vagy nehéz drog, tehát drog van. Uh, másrészt pedig ez, ez egy jogos kérdés lenne, erre azt lehet válaszolni, ami szerintem az egyetlen releváns válasz, hogy igen, kell foglalkozni az alkohollal, kell foglalkozni a dohányzással. De az, hogy ott is vannak problémák, az nem jelenti azt, hogy ezzel ne kéne foglalkozni, mert itt is vannak problémák. A drogprevenciós szakembereknek a feladata, hogy eb ezen a területen hívják fel a figyelmet a veszélyekre és az ártalmakra, és valóban kellenének ö, egyéb programok az alkoholra, az elhízásra, az a, a internetfüggőségre, vagy játékszenvedélyre, és még tudnék sorolni egy párat, de ez nem jelenti azt, hogy akkor a drogról nem kéne beszélni. És nagyon nagyon a nyomás külföldről, főleg Németországból rajtunk, meg az egész unión, hogy, folyam hogy kövessük az ő példájukat egyelőre, mert mind a CDU, mind az AFD politikusok jelentetik, hogyha a kormányra kerülnek, ők azonnal visszavonják, talán akkor ez a nyomás is kisebb lesz de addig nekünk beszélni, és addig, amíg 14 év az első kipróbálás aránya, és gyerekekre, gyerekek is kapcsolatba kerülnek vele, és 24 éves korig fejlődik, az addig határozottan és fokozottan rombol. Addig nekünk igenis el kell vinni, és most már nem csak a középiskolákba kell elvinni, hanem 7.-8. osztálytól el kell vinni a prevenciós programokat. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen Téglási Kristófnak.